Az elmúlt napokban sokat hallhattak önök is a hírekben a forint árfolyamának változásáról, és hát hallhattuk az ellenzéket is prédikálni a forintról. Mi úgy gondoljuk, hogy álságos és hazug, hogy éppen azok beszélnek a forintról, akik nem szavazták meg a forintosítást, és ezzel a magyar családokat kiszolgáltatták a deviza spekulációnak. Sőt, köztük vannak a szocialisták és Gyurcsányék, akik 2002 és 2010 között megszüntették a Fidesz-KDNP korábbi otthonteremtési támogatását, és ezzel belekényszerítették a családokat a deviza hitelekbe, kiszolgáltatták őket a deviza spekulációnak. Sőt, amikor az országgyűlés 2010 után szavazott a devizahitelesek forintosításáról, akkor az ellenzék nem szavazta meg azt. Itt ezen a tablón lehet látni, hogy kik azok, akik nemmel szavaztak. Láthatjuk, hogy az LMP-től a szocialistákon át, a DK-ig és a Jobbikkal bezárólag minden ellenzéki párt a devizahitelek forintosítására nemet mondott, pedig pont ez az intézkedés az, amely a deviza árfolyamok ingadozásától megvédi a magyar állampolgárokat. Köztük volt az LMP korábbi társelnöke Szél Bernadett, de az MSZP és Kóros Lajos is, a Jobbik jelenlegi társelnökei Gyöngyösi Márton és Schneider Tamás. Ezek az emberek mind azok között voltak, azok között az ellenzéki képviselők között voltak, akik nem szavazták meg. Tehát ha rajtuk múlott volna, akkor még több mint 1 millió család lenne védtelen a deviza spekulációkkal szemben. Magyarország és a magyar családok ma viszont védve vannak a deviza spekulációval szemben, azért, mert forintosítottuk a deviza hiteleket, és ezek az ellenzéki képviselők voltak azok, akik erre nemmel szavaztak. Ők nem a magyar családok pártján állnak, és nem védték meg a magyar embereket a deviza spekulációkkal szemben.